Vendégünk Grábler Zsuzsa operatőr és Nedecki Júlia hegymászó. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok, mi is köszönjük. Zsuzsa, te kb. 20 évvel ezelőtt ismerkedtél meg az Ötvös Lányok hegymászó kalandjaival, és hát mi is beszéltük itt Marcival, hogy korábban mi nem hallottunk ezekről a kalandokról. Téged mi fogott meg az ő történetükben? Hát amikor én megtudtam, hogy Ötvös Lórend nagy hegymászó volt, én se tudtam előtte semmit, és utána így beszélgettem emberekkel, senki nem tudta, mászók se tudták, úgyhogy szerintem ez egy nagyon különleges dolog, és ő legalább annyira büszke volt a hegymászó teljesítményeire, mint a fizikában elért teljesítményeire, tehát hogy ő azért egy elismert hegymászó volt, és a lányai kiskoruktól kezdve mentek vele mászni, és hát annyira jó mászók lettek, hogy később új utakat másztak, tehát olyan utat, amit még soha senki nem mászott. Igaz, hogy hegyi vezetőkkel, de ők teljesen új utakat másztak, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, és én azért szerettem volna erről egy filmet csinálni, mert hogy szerettem volna, minél többen megtudják. Kicsit helyesbítenék, Vivi, ugyanis én pár évvel ezelőtt Ötvös Lórendről láttam egy kisebb kiállítást, és itt már volt szó a lányairól is, illetve azokról az egyébként... Bocsánat, nem akartam ezt elvezni tőled. Fantasztikus sztereofotókról, amiket ő készített, és mint ilyen 3D térhatásukként lehet megszemlélni, és már maguk a fényképek is gyönyörű kompozíciók, és rajta szerepelnek a lányok. Júlia, ugye te vagy az első női hegymászónk, aki 8000 méteres csúcsba már eljutott, na de a hegymászó közösség számára milyen szerepet tölt be most ugye Rolanda és Ilona? Hát azt gondolnám, hogy elképesztő példaértékű az, hogy ők 120 évvel ezelőtt azokkal a felszerelésekkel, azokkal a ruhákkal olyan hegyeken, olyan sziklautakon, olyan utakat másztak meg, és ugye nekik nem csak azzal kell, a kornak a szellemével, divatjával kellett szembeszállniuk, hogy már az forradalmi volt, hogy nő létükre nem bent varrogatnak a szobában, hanem kimennek a hegyekbe. Szóval, hogy az, amit ők teljesítettek, az a mostani igények szerint is egy komoly dolog. És hogy azokkal a felszerelésekkel olyan korán ezt végrehajtották, ez elképesztő példaértékű. Lehet nem csak másoknak, de nekem is az, szóval én elképesztően csodálom őket. Most pedig a filmben ti is végrehajtottátok mindezt, hiszen ti is visszarepültetek az időben már, ami a felszerelést illeti. Mennyire volt ezt nehéz kivitelezni? Hát igen, én úgy gondoltam, hogy az a legjobb módszer arra, hogy átadjuk ezt az érzést, hogy milyen lehetett abban az időben mászni, hogy mi ezt kipróbáljuk, átéljük, és ezt megmutatjuk egy filmen. Úgyhogy elkezdtük ezt szervezni, és akkor beszereztünk olyan dolgokat, régi ruhákat, köteleket, szögeket csináltattunk, és akkor így elkezdtünk mászni, ami... Hát akiket így megkértem, mindenki nagyon lelkes volt, így a lányok meg a srácok, akik ugye jöttek hegyi vezetőnek, hogy hú, milyen jó buli lesz. Aztán úgy látom az arcukon, amikor ugye elkezdtünk mászni, hogy azért úgy rájöttek, hogy ez nem veszélytelen, mert ez a kenderkötél, ez nem olyan, mint egy mostani kötél, ez nem bírja ki, hogyha ilyen nagyot esik bele az ember, és akkor rá van kötve ugye a derekára, hát az nagyon megrántaná. Úgyhogy ez nem volt egy veszélytelen vállalkozás, de mindannyian úgy voltunk vele, hogy így belevágunk, mert hogy akkora nagy kaland, hogy ezt muszáj átélnünk. De közben itt egyébként a koncert miatt a hajó testet megrázza a nagy tánc, ez ne zavarjon senkit, maradunk a fedélzeten, viszont Júlia, azért ti pedig akkor át kellett váltsatok erre a régi technikára, hogy lehet összehasonlítani a mostani profi mászócipőt? Igen, mondjuk ez nagyon, nagyon jó kérdés, mert ez az egyik leglényegesebb különbség a maga a ruházat, szóval a mai ruházatok azok könnyítettek, nagyon elasztikusak, a testhez simul, tehát igazából olyan érzésed van, hogy nincs rajta semmi, szabadon mozogsz. És akkor ezek a ruhák teljesen merevek, ugye a bőrnadrágról ne is beszéljünk, ami a fiúkon volt, vagy némelyikükön, de hogy ez ilyen nagyon merev anyag, semmi nyúlása nincsen, tehát hogyha egyet mozdulsz benne, akkor vagy a derekad van kint, vagy felugrik a combod közepéig. Szóval, hogy nagyon kényelmetlen volt benne mászni, úgyhogy ez volt az egyik nehézség, a másik meg az, hogy mondjuk sisak akkor még nem volt, tehát szalmakalapot kellett használni, emiatt a veszélyességi faktora is megnőtt az egésznek. Szóval egyébként volt bennetek félelem? Mert már most, hogy így elmesélitek, bennem már most van.
Nem, félelem az nem, inkább mi a várakozás, izgalom, szóval nagyon nagy örömmel készültünk erre az egészre, és óriási kaland volt, és főleg az, hogy teljesen egy-egyben átérezhettük azt, hogy milyen lehetett nekik a két ötvös lánynak 120 évvel ezelőtt mászni, mert ugye teljesen reprodukáltuk, tehát nem az volt, hogy akkor a nadrág alatt van egy igazi beülő, meg a biztosítást, azt azért úgy stikába valahogy megoldjuk. Abszolút eredeti felszereléseket használtunk, úgyhogy tényleg át tudtuk érezni, hogy milyen lehetett az akkor nőnek lenni a hegyen. No, de hát ez volt eddig mondjuk az expedíciónak a kerettörténete, de maga a film az hogyan áll össze ebből, milyen terjedelmű lesz maga a dokumentumfilm, vagy lett? Hát igen, már kész van a film, 26 perc. A filmben nem csak a mászás mutattuk be, hanem az előkészületeket is, tehát benne van az, hogy a Julcsival elmentünk ruhákat próbálgatni, a Nemzeti Táncszínháztól kaptunk kölcsön ruhákat, és akkor ott korhű ruhákat nézegettünk, melyikbe lehet, hogy mozogni, hogy lehetne ebbe mászni, és elmentünk egy kovácshoz, aki kovácsolt nekünk szögeket, így a régi leírások alapján, meg vittem neki ilyen új szögeket, hogy lássa, hogy ez most hogy néz ki, és találtunk egy nagyon jó cipészt is, aki pedig ilyen bakancsokat készített nekünk, tényleg azzal a módszerrel, ahogy régen csinálták, tehát olyan bőrből szegeket szereztünk, azokat ugye szöges bakancsokba másztak, úgyhogy mindent megcsináltatunk, ezt is végigkövettük, és utána kimentünk Olaszországba, és ott másztuk az utat. De aztán végül nem azt a falat másztátok meg, amit eredetileg terveztetek, hanem ott egy kicsit változtatni kellett. Hát nem azt a falat másztuk meg, amit a lányok másztak, mert ez egy 800 méteres fal. Eleve másfél óra, amíg följutsz a fal aljáig, utána még 800 méter mászás, és utána még 200 méter a csúcsig, és még onnan le kell jönni. Tehát ez a forgatásban nem fért bele. Nem is tudtuk volna nagyon jól biztosítani. Ugye az hagyja, hogy mi egy kenderkötéllel másztunk, de hát ugye volt egy operatőr, aki egyébként a fiam, meg volt egy nagyon jó fotósunk, és hát őket azért kellett biztosítani, tehát hogy az egy nem elhanyagolható dolog, hogy ugye a stáb biztonsága, úgyhogy egy olyan falat választottunk, ami viszonylag könnyen megközelíthető, hasonló nehézségű egyébként, tehát, de egy 140 méteres fal, így is pont reggel elindultunk estére, vagy hát délutánra fölértünk, tehát azért egy napmászás volt ez, úgy a forgatással együtt, ugye azért ez kicsit megnehezíti a dolgot, úgyhogy ezt a falat másztuk, ami tényleg egy nagyon-nagyon szép út volt, a Gájdok útjának hívják egyébként, és utána még ott persze mi több helyen mászogattunk, meg fölvettünk modern mászást, és az is benne van a filmben, hogy lássuk a különbséget, mert ott magyarázzuk ugye, hogy a szöges bakancs, meg a modern mászócipő, na most ott látjuk, hogy néz ki a modern mászás is. És sok interjú van a filmben, hogy elmondtuk mi is, hogy mit éreztünk az úton, és hát mi a tanulság. Hát leginkább az volt a tanulság, hogy fantasztikus, amit a lányok csináltak, meg az ötvös. Meg az is, amit ti, azt gondolom. Úgy gratulálunk, igen, az expedícióhoz, illetve a filmhez is, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.